többféle módon lehet a programozókat rangsorolni, most arról fogok beszélni, ami számodra a legfontosabb. Én rendszeresen interjúolok meg programozókat, hogy együtt dolgozzunk. Szerinted mi az, amire igazán oda kell figyeljek? Ami a legfontosabb? A szaktudása, igaz? Jó sok kérdést kell feltegyek neki, trükköset, ha csak lehet, hogy kiderítsem, érte ahhoz, amihez mondja, hogy ért. Azt kell mondom, hogy ez nem igaz. A szaktudás nagyon fontos, de közel sem a legfontosabb dolog. Kíváncsi vagy akkor, mire gondolok? Elmondom. Valószínűleg nagyon sokféle emberrel dolgoztál már. Volt olyan, aki rendszeresen elrontott dolgokat, aztán ráfogta valaki másra, vagy valami másra. A Jupiter és a Saturnus állása, fújt a szél, a közlekedés, esett az eső, a barátnője, az elszakadt nadrág, és így tovább. Mindegy, hogy mi az, de valami oka volt annak, hogy ő elrontotta, és ez az, az ok nem ő volt. Meg, hát különben is, ő nem lehet hibás semmiben. Aztán van az a másik, aki csillog és mosolyog, és ő a legjobb barátod és a barátnőd. Legalábbis ez az, amit hangoztat. Megcsinálja dolgokat, állítólag. Te nagyon örülsz, hogy végre van egy ember, akire igazán számíthatsz. Kifizeted, elmegy, néhány nap múlva pedig kiderül, hogy nem készült el a dolog. Sőt, nagyon sok esetben előfordul, hogy semmi sem történt. Próbáld elérni, mert biztosan ez egy félreértés lehet. Mi történik? A személy? elérhetetlen. És néha nagyon ritkán belebotlatsz olyan emberbe, akivel nagyon könnyű együtt dolgozni. Nem rizsázik, nem keresi kifogásokat, csak megteszem, ha szükség van. Néha szinte úgy érzed, hogy gondolatolvasó képessége van. Lehet, hogy nem a legolcsóbb, de mert azt mondta, hogy kész van, az kész van. Hát igen, ilyen világot élünk. Mindenki boldogulni akar a maga módján. Alapvetően ez a három kategória van. Ezeknek lehet változó a szakértelme. Az, aki elvégzi a munkát, lehet, hogy nem a legnagyobb szakértő, de alapvetően nem is beszél arról, ha mennyire ért hozzá, vagy nem ért hozzá. A többi, a másik kettő függetlenül a szaktudásától beleszarik. Átver, lelép, egyre megy. Teljesen biztos vagyok benne, hogy azt gondoltad, hogy ilyen csak a te területeden fordul elő. A programozóknál, mivel ők annyira okos emberek, csak jó dolgok történhetnek. Ugyan már, ki kell ábrándítsalak. Válkoztam már olyannal, aki mélyen a szemedben néz, és azt mondja, hogy éppen most ment meg. Aztán néhány hét múlva mi történik? Az ismerősöktől visszahallani, hogy ellopta az ügyfelek adatait, és éppen most próbálja eladni a konkurenciának. Volt már olyan beosztottam is, akivel bármennyit dolgoztam, mindig elrontott valamit. Aztán elmagyarázta a csőtörés, a vonat, a csillagok háborúja. Ja, lehet, hogy ezt nem mondta. De mindenféle dolgot előhozott, hogy mi miatt sikerült elrontani, és mi miatt nem az ő hibája mindez. És akiből a legkevesebb van, akit szemreben és nélkül felveszek, és ajánlok bárkinek alkalmazásra, nem pofázik, nem beszél mellé, elvégzi a munkát, dolgozik, nem panaszkodik, nem azzal tölti az idejét, hogy elmagyarázza, hogy ő a legjobb, nem azzal tölti az idejét, hogy megmondja, hogy mi miatt nem ment, de nem is azzal, hogy elmagyarázza, hogy a programot újra kell írni, csak azért, mert korábban egy dilettáns valaki készítette. Előfordul, hogy hibázik, de mire megmondja, addigra ki is már. Ilyen emberre van szükséged. A következő videóban összefoglaljuk a dolgokat. Minden jót!